Igazából ugye felszabadult akciókat lenne jobb minél többet látni. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk még máskor ugye nem mernek belemenni akár bizonyos szituációkban. Játékosok itt megpróbálnak esetleg nagy fregeket, 3-4 K-kat összehozni, úgyhogy jó egyéni playeket lenne jó látni. Meglátjuk, hogy sikerül ez minél több kontentet biztosítani a nézők számára. Szerintem biztos nem lesz unalmas meccs, hiszen nem hiszem, hogy szájton ülősdit fognak játszani a csapatok. Nem tudom, te hogy gondolod? Nem, valószínűleg nem. Ő is nem mondtuk el a csapatát a Chaosnak. Ugye Secretly Red Groove, Creeps, Renuils, illetve Snooken vannak ott, és közül jönnek a bannok és a választások, úgyhogy ezt most hát ti is látni fogjátok ebben a pillanatban. Tehát láthatjuk azt, hogy ugye Clubhouse és Consulate kiesnek, hogy az előző heti játékuk miatt. Coastline Villa Bank bannok eddig, ugye két oldalról jött a Coastline és a bank, Oregon és Villa Secretnél, és jött egy border. Na, végre látunk a mai nap egy border. Tök jó, A két Coastline, változatos. igen, a két Coastline meg a Clubhouse után egy jó kis border az mindig belefér. Úgyhogy, Border. igen. Bocsánat, hogy szabadba vágtam, csak pont Border volt az a map, amiről napokban beszélt Pengu, hogy ugyebár az új operátorok megjelenése tette egy picit unalmassá, hiszen előtte az egyik legizgalmasabb pálya volt, amíg nem érkezett meg ugyebár a Lion, ugye Ying, és azután érkezett társaik. Hát meg a gláznak a változtatása is ugye Így van. többek között, hogy az az Armory Push például egy gláz nélkül szinte nem az, hogy elképzelhetetlen, de egy, most egy alapkelék lett, hogy egy Blackbeard gláz, ugye mind a kettőt nem tud kibannolni, egy Blackbeard gláz Gáz, támadás, gázos. gáz, amikor a füstön keresztül lövik el az embert, és nem tudsz vele semmit sem csinálni, és tök büntetlenül tudják lerakni a defusert. Közben láthatjuk, hogy átkapcsoljuk az angol streamre, 81%-ban nézők Secret győzelmet várnak ettől a mérkőzéstől, és hát láthatjuk Bordernek a felépítését azonnal, hogy is néz ki ez a pálya. Egyébként a Secret volt az, aki a szezon elején még úgy tudom, hogy vezette is picit a tabellát. Végül azért eléggé visszaestek. Nem sikerült tovább jutniuk. Ugye negyedik helyen állnak jelenleg, hogyha ezt most megnyerik, akkor harmadik helyen végeznek. Ez ugye valószínűleg pénzjutalomban többet jelent számukra majd. Úgyhogy ennyi Arra tétje. leszek kíváncsi itt ez a meccsen, hogy el fognak-e törni megint a játékosok, mint a G2 meccsen a TK-nál, vagy Szerintem végig komoly scrimnek veszik föl. én mindenféleképpen örülnék, hogyha rendes meccset látnánk. Tehát Jó, jött egy Miraban, ez már jót van sejtett. Miraban, akkor rendes meccs lesz tehát. Az előbb is úgy kezdett, hogy Lionban egyébként, csak ugye hát én általában a G2-tól ilyenkor mindig olyan. És a Clash is. Miért bannolják ennyire ezt a Clash-t? Jó, nyilván a Ranked-ben teljesen más egy Clash-nek a működése, meg akár casual-ben, mint csapatos meccseken, de mi lehet az az indok, ami miatt a Clash ennyire egy utált karakter, és eddig tartotta a komoly mérkőzésünk, Robz, azt kell, hogy mondjam. Nem. Tehát azt kell, hogy mondjam, Robikám, Igaz, hogy biztos benne van a strandba. Nem, most megváltoztatták a Fuse, és eltűnt egyébként. A Finka az még úgy okés lehet, de egy pillanatról rezgett a léc, Robi, úgyhogy itt lehet, el fognak megint törni a dolgok, meglátjuk. Minden esetre Egyébként nem tudom, mit vártunk, tehát utolsó nap. Ez, mondom, akkor lett volna ez nagyon szuper mérkőzés, hogyha a Millennium Pokit az döntetlenül végződik, hiszen akkor egy győzelem esetén a Secret jutott volna ki. Igen, Második kicsit hely. másképpen lett volna. De Egy picit. most nyilván scrimelni fognak így a srácok ebben a formában. Nem lesz itt az a gond egyébként ez a meccsel. Legalább három körig. Három.
seconds left before insertion. 5 seconds to insertion. De egyébként így a komolyság terére visszatérve, egy kicsit még az előző meccsről sokan kifogásolhatják, hogy esetleg mi volt ez a viselkedés a két csapattól. Nem kell, kedves nézőnk, ezt nem kell túl gondolni egyébként, tényleg itt a csapatok játszottak egy jót. Igen, ezek a játékosok már fizetésért játsznak, igen, itt mindennek van tétje, de azért valljuk be őszintén, egy tét nélküli meccsen utolsó játékért semmit nem befolyásol. Hadd szórakoztassák magukat és a közönséget, és itt ez a legfontosabb ilyenkor, hogy ugye mégiscsak, ahogy úgy veszük, ugye játékokról beszélünk. Így van, ráadásul azt azért fontos megemlíteni, hogy az első helyezett játszott az utolsó ellen, tehát hogyha komolyan is vették volna, valószínűleg egy hasonló lett volna az eredmény. A végeredmény végül össze nem, egyébként nem változott ebbe a formában a dolog. Hát meg ugye az, amit az előbb el is mondtam, tehát hogy itt mégiscsak játékról beszélünk. Jó, persze a foci, meg a többi sport is maga mondjan egy játék, ugye? Kimegyünk az utcára játszani egy kicsit, ugye, ha kimegyünk Grunra focizni, meg ilyenek. De itt most a játékosok jól érezték magukat, a nézők is, a kommentátorok is, de volt egy kellemes interjú Fabiánnal, nem volt ezzel gond. Na de, ez a mérkőzésen viszont gondba lehet a Secret csapata, mert egyre közelebb és közelebb van hozzá a Chaos. Konkrétan teljesen be vannak kerítve, ugye ezt a lenti szájtot választották kezdésnek, nem pedig az Armorit meglepő módon. És az Ofiával és a Ingen már pusholnak előre a Finca boostolt Chaos játékos, és mondtad az első frag váltás, még csak frag, nincs váltás, Red Glue megöli Leon Gitzet, már is a Chaosnál van az előny. Azok a smoke kenisztelek viszont nagyon hamar fognak jönni, nem? Ez a kicsit hamar kijött már kapásból kettő. Meglátjuk, hiszen hogyha nem dobálná, akkor már régen bement van a side-ra ugye a Chaos csapata. Hát egy biztos nem plan denier lesz használva a smoke ebbe a formába. Most pánikszerűen ugye meg kellett állítani a támadást. Van ilyen, amikor egyszerűen nagyon... Közben viszont megy már a plant, így van. 3v4 visszafoglalás szituáció, elemz az már hátulról, vagy fölülről. Leki! Leki duplával. Leki tripla, azt a mindenit, és tripszél már csak, neki kéne az 1v3-at lehozni a bomba rakott szituációban, nem tudja lehozni, csak Lekit elinjörölni, Meepy végül végez vele. Hát itt Leki a Kesszőrrel óriás nagyot játszott, azt a mindenit. Ez de szép megmozdulás volt tőle. És ezzel megmentette a kör konkrétan a Team Secret csapatára. A csapatának, én konkrétan azt hittem, ezt a Chaos már simán lehozta, de ezt a Lekinek ezt a triplát nagyon benézte a Chaos. Nem tudom, mit csinálhattak, ez tipik az az eset, amikor mindenki pont másfele néz, és egy ember csak így végig megy egy vonalon, és mindenkit hátba lövöldöz. Most Swiss talán Easters-nél volt az, akit vele egyviegyezni kellett, a másik két játékost csak hátba kellett azt hiszem lőnie. Ugye végül meg lehetett volna 4K, és az lett volna az igazán gyönyörű. Hát így, ez ebben a formában, hogy nem lett 4K vagy 5K, nem veszel szerintem a szépségéből, mert abszolút körértékű volt, és gyönyörű, amit Leki csinált. Na és hát Blitzről, Blackbeardről pedig, ha jól láttam, IQ volt a választás. Chaos oldalon. Secretnél meg kb. Marad a felállás, ugyanaz. Anyó ugye egy másik lerakót választott, igen, másik lerakót választottak. Még gyors pár szóra visszatérve, ugye van egy ilyen helyzet, ez nagyon fontos egy smoke playernek megtanulnia, hogy meddig érdemes tartogatni a füstet, hiszen mondjuk egy halott smoke, 3 füsttel a zsebébe nem sokat ér, viszont hogyha akár egy perc elteltével már eldobtál 2 darab füstöt, viszont ezáltal megállítottad mondjuk a támadóknak azt a push-t, ami alatt mondjuk a védők át tudnak rotálni az egyik side-ra a másikra, és mondjuk olyan szögeket tudnak letartani, ami szükséges a site megvédéséhez, az sokkal többet ér. Tehát utána lehet, hogy már csak egy marad, de még mindig van esélyed akkor a körgyőzelemre. Igen, és ugye most pont ez is történt egyébként.
az előző szituációban, hogy kiment kettő kenisztere a maximum, és azonnal kapta a smoke a freget, úgyhogy ameddig tudta, feltartotta a támadó játékost, hogy jól csinálta. Na, mit fog csinálni a Chaos ennél a fönti támadásnál? Nyilván most egyre csak drónozgatnak, meg nézdegődnek befelé. Elemzének a pozíciójára számítanak el. Hát így, hogy most már meglátták, meg is lőtték elemzét. Most már fognak. Ugye egészen irodából tartotta le a bejáratát CCTV-nek. Így viszont ekkor lyukak tátongolnak mindenhol, nagyon hamar be fognak jutni a kiosztosok közel a lerakókhoz, mind a két oldalról akár. Nagyon érdekes lyuk egyébként a Sidefallen. Ó, Leon Gitz pedig bebújik az asztal alá az Echo-val. Látják a lábát, jó, és el is lőtték. Leon Gitz injured, és secretly végül befejezi Leon Gitzet. Hát igen, elkezdett Echo drónozni. Pószt váltott az embere, és a lába kilógott innen ezzel az asztal alól. Mipiről nincsen információjuk, hogy a szekrény tetején tartózkodik. Nagyon könnyen akár kettőt is fregelhet itt egy ótlan mozdulatnál. Hát ha beleszaladnak, akkor az fájdalmas lesz. Beugrik egy másik, bejön a reinforcolt falon. Elemzi mellett. Ez Mipi köre kell, hogy legyen. Nem, sajnos most lebukott. Nem tudom semmit csinálni, de elemzés Mipi tartják keresztben az office-ból érkező játékosokat. Elemzének meg is van egy, meg van neki kettő, lehet-e folytatni az ablakra? Free Fire-zat nem volt ott senki, Red Groove lövi végül őt oldalba. De elégedett a körlehozásnak érdekében, kiegyenlítette lényegében a csapat létszámokat, ez nagyon fontos. És mit újra kulcsfontosságú szituációban, főleg így, hogy Snooket ellövi, nála volt a diffuser, nem tudom, erre van-e információ, de hát Mipi elhullik Lenulis által, és hát 1v2-ben neki, aki az előbb már hozott egy 1v3-at, úgy veszük, de most 1v2-t, tehát azért kap egyet az arcába, a diffuser az megy le, visszafut armoriba neki. Ezt végig hallja, ez szerintem. Ó, a Prefire majdnem jó volt, hát ezt be kell aimolni, más nem tud csinálni neki. Ebbe a szituba megvan neki Renewals, és már csak Red Groove-él, aki tud drónozni, és fogalma sincsen. Nincs lekinek, hogy hova ment. Esetleg meg tudná, hogy hol a diffuser, itt van balra mellette, akkor számíthatna arra, hogy ablak, vagy esetleg ajtó meg futott ki. De valami most, hogy tényleg csinálni kell. Azért az, hogy így, hogy ennyi helyen szétlegy itt van a site, itt most már akárhol lett az ellenfejátos, de végül Cripsnek megtalálja a Claymore-ját, ami még kb. A körleg elején lett szerintem lehelyezve. Abba ugrik bele. És így kiegyenlít a Chaosnak a csapata. És érdekes, hogy nem lett armori megvédve elsőre a Secret által. Lekinek kellett volna megint a bravúrja hozzá. Kíváncsi vagyok, hogy mit változtatnak most a védők. Most ugye nagyon sok falat, mondhatjuk így magyarul puhán, ugye softon hagytak. Tehát berobbantható volt akár egy Ash vagy Zofia charge-al is. Én számomra az volt a legfurcsább, ugye ott a B-szájt talán a szökőkutasnak a falán, ahol az Echo vágott magának lyukat. Igen, ez érdekes volt. Azért tehette meg, mert úgy voltak beállva a védők, hogy ketten is fedezték, tehát még hogyha ő elhullana, akkor is legalább maradék két játékos védte volna ezt a pozíciót. Ugye egy a szekrény tetején volt, az talán Mipi volt, illetve Elemz szökőkúttól. Egyébként nagyon azon kívül, hogy ha office pushon támadó csapat, másra nem igazán használható, hiszen de majd lehet kipróbálom rankedem. Mondjuk ott nem valószínű, hogy működne, hiszen csapattársak is kellenek hozzá, de seconds left before insertion.
Hát a védelem az maradt ugyanaz, lényegében, ha jól láttam. Nem sokat változtattak rajta, de ők is érzik, hogy egyébként nem volt messze ez a kör, ami a szikletesektől, hogy lehozzák. De azért annyira nem volt jó se, hogy még egyszer beváljuk, hogy egy kicsit változtattam volna rajta közben, mert olyan hamar alkalmazott a Chaosnak a csapata. Ez így nagyon gyors lesz, fél perc telt el, és már is nyílik office fal. Igen, ez egy fura, nem akkor nagyon fura, kíváncsi, hogy fog csinálni erre a Secretnek a csapata. Ha kétszerre majdnem ugyanazt a taxot csinálod, akkor nagyon könnyen kiismeri egy jó csapat a gyenge pontjait. Lásd most a Chaos, ahogy egyből berobbantott office falát. Hát ráadásul úgy, hogy majdnem lehozta a Chaos azt a kört. Nagyon közel. Bocs, le is hozta, de nagyon közel voltak. Vannak ahhoz, hogy legalább így adaptálják még egyszer ezt a kört. Hát egyébként ez is furcsa, hogy például bent volt szájt alatt a Bucky, és még nem kezdi el őrni, tehát megvárja, amíg a csapattársai mondjuk rendes infót gyűjtenek. De csak egyszer szeretne szerintem lőni, és Fregget is szeretne belőle gyűjteni. Amiben másabb a kör most egyébként Secret oldal, hogy Leon Gitz nem volt annyira agresszív, ellenben most Lucky volt agresszív, illetve elemzje, elhullottak nagyon hamar, a Maestro-ról és a Jäger, a Maestro-ok amúgy kinyitott kezdet csak tényleg kameraként használhatóak, IQ megtalálja az Echo Drone-t, Meepy közé visszafregeli Snookent, és Leon Gitznek is megvan Secretly, ez a 3-3-3-3 így nem rossz, de Meepy be van szorulva. Tud-e valamit csinálni? Ki fog kúszni? Az IQ nem tudja. Ki fog kúszni az emberre? Nem hiszed el? Komolyan mondom, kiugrik az emberre. Előugrik! És oldalba lövi az IQ-t. Gyönyörű. És egy nagyon jó pozíciót tud ezzel így felvenni egyébként Meepy. Leon Gitznek meg van Reynolds. És hát Red Groove mit tud csinálni 1v3-ban, valószínűleg semmit egyébként. De ezt azért változtattak, hogy az emberek pozícióját egy kicsit megváltoztatgatták, vagy ahogy játszanak a körben, Red Groove, megvan neki Meepy. Együtt így megvan az info Red Groove-ról. Menni kell előre 35 másodperc. Van hátra az időzik, nincs diffuser, itt van viszont mellette. Nem túl távol. De sok mindent egyébként nem viszont tudna csinálni. Leon Gitznek szerintem van még Echo drónja, legalább egy. Nem hiszem, mind a kettőt office-ba rakta volna. Szerintem nincs, hiszen azt látná. De ott van még egy kívül. De hát nem, nincs erre szükség. Így van, nincs erre szükség. Ugye Leon Gitz az előbb nagyon kiváltott, hogy az asztal alatt elbújt. Ahol most Meepy kúszott, ugye, amit láttuk az előbb. Kilógott a lába és ellőtték. Egyébként valószínűleg be sem néztek volna rá, hogyha nem lóg ki ott abból a szitúból a lába. Tehát egészen más lehetett volna a körnek a végkimenetele. Lehet, hogy ezt érezte meg a Secret is, hogy hát igen, ott az Echo-nak nem kéne elhullani a legelején, és akkor nem lenne gond. Valami ilyesmit tudok elképzelni kommunikáció szempontjából, de mindegy, végül is ugyanaz a taxal, végül csak lehozták viszonylag simán a kört. Ventilation Workshop lesz a site-unk. Ez a Maverick akár még jól is jöhet határozottan. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Igen, és hogy itt Maverick-et... De hol aztán? Hátul? Igen, hátul fűrőből, aha. Keresztbelülni a site-ot szerintem jó lehet. Azon kívül máshol nem tudom egyébként elképzelni a használatát. Valószínű ugye hoztak keszült, ott is meg fognak spórolni 3 darab erősítést, és inkább kiimpektezik és lehúzzák az ajtaját. Ja, oda pedig hiába mevrikezik, nem igazán fog semmit látni vele. Erről beszélt, mit? Na majd meglátjuk, hogy ki lesz a használatot a Maverick vagy sem. A keszülőkre van Zofia meg Ashes, tehát jó meg Sledge is, tehát igazából van 4-3 soft breachere, meg 2 hard breachere a Chaosnak a csapatának. Érdekes, hogy mondjuk nem hoztak mondjuk egy backot esetleg. Mondjuk a Sledge az teljesen jó helyettesíteti, de a Sledge idejkorán elhullik. Maverick is tudja, ráadásul ő halkan tudja kivágni fölötted. Á, de most egy paddót elkezdesz Maverick-e lyukaszgatni, akkor inkább fogod Sledge-el szét
majdnem mondtam, itt a padlót szétvered. És szétvered azt a padlót, és rálátásod van a teljes site-ra. De hát Red Groove már egészen közel van, megvan neki egy Valkyr kamera, és egy nagyon jó kis Claymore-t lerak a kerülők ellen, szedegeti ki a kiszedegetni valót. És a van föl, nem volt fönti védelme, egy talán Secret Tank, jól lát? Semmi, Romula ember, és meg is van az Antifrag. Jobb, itt mondtál, a Smoke 3 kenisztárral a zsebébe hullik el. Ez egy elég összevissza ez az egész kör. Hát egy ember rómolt, ha jól láttam. Nem, két ember rómolt, de mégis itt fönt szaladgálnak büntetlenül a Chaos játékosok. Sőt, ó, és a Snooker majdnem leprifierölte elemzét Office-ban. Hát mit, Robi, mit csinálnál, ha Secret lennél? Semmit. Nem kezdenék el futkározni össze-vissza. Igen, egy kicsit ilyen mérgezett egér effektus ütötte fel a fejét. Mi azon kívül, hogy... Lekitejvak. Mind a három játékos visszahúzódott site-ra. Most várják, meg kell várni, muszáj, mert nem tudom elcsinálni, hogy a Chaos valamerről elkezdjen pusolni. Ha sikerülne két feget talán is kiegyenlíteni ugye 3v3-ra, esetleg talán nem egyen fuser. Közben Lucky-t ezt... Falon keresztül szerintem előbb-utóbb meg fogja találni ott az ablakba. Igen, de pont úgy lőtték körbe az embert, ahogy... Ez egy milliméter elmúlt. Igen, azért vannak próbálkozások, elég lehet, hogy a Crips visszalövi elemzét, és itt fog összeomlani szerintem a kör. Lucky, illetve Meepy nem akartak valamit, Lucky elhullik, Meepynek 1v3-ba kéne ugrás közben, esés közben előn a teljes ellenfél csapatot, de hát erre nyilván nincsen lehetősége. Ez le volt tartva, azonnal tudták, hogy ha az egyik hegy nincs itt, akkor másikon már ugrik is le az ellenfél elég, és egy kör van hátra az első fél időből, és egy döntetlen. Jaj, a Chaos, Chaos az hű a nevéhez eddig, tehát akkora káosz már most is fél perc alatt a pályán, hogy szerintem a Secret, mire feleszmélt, azt se tudta, hogy mi van. Hát ha megnézted... Hát Tizi nagyon, nagyon hamar meghalt a Smoke, azt Tizi egyébként. Vizafelől volt, talán vizafelől pusholták lent, illetve Customs felől jött be a zombi a Red Bull-ból. Igen, igen. Egy kamerán kívül semmi nem védte a szájtól. Kb. A nagy kerülővel épületen belül egy bent volt fürdőbe, és le is túlta talán. De semmi csapdás operátort nem játszanak egyébként. Se Ella, se Legion. A Secretre, hogyha megfigyeled, jellemző ezt, hogy sokszor ilyen basic operátorokra hagyatkoznak, ami csak egy-kettő van benne elvédve. Ami később jött, például ellenznek a Maestro-ja. Ők szerintem szeretik az ilyen alapot, tehát a Jäger, amikor alapról beszélek, akkor azt mondom, hogy Smoke, Jäger, Bandit, ez szerintem majdnem az összes körükbe megtalálható, ugye Valkyr, azt még most is pikkeltek. Kessel is pontosan valakinél. Nem is mindig, de igen, őt is szeretik használni. Én például... Lehet, hogy még hülyeség mondok, de szerintem Legion nagyon keveset használ a Secret. De milyen jó operátor is az, és mennyire jó volt volna egy-két pushnál, hogy mondjuk ez ilyen nagyon gyors pushokat megállítsa egyébként. És nézd, ezért is mennek ennyire pászlan előre a Secretesek, vagy bocsánat, a Chaososok. Közben most Secret egy duplán fregel azt a mindenét, és lehet a harmadik is. A harmadik, ott kidugja, elemzi a fejét. Hát ezt nagyon hamar meglőtte. Jó, hát kapta halt Secretly, de abszolút megérte, amit csinált. Nem tette zsebre, amit kapott. Nem, és valószínűleg, mondjuk a Terbitnek a halála, nem tudom, mennyire lesz fájó esetleg. Hát mondjuk, ha WC felől nem akar a pusholni, akkor annyira egyébként nem. Emberről mi vannak, két perc hamarabb körülbelül lehet nyugodtan gondolkodni. Lehet azt egyel szétverni azt a padlót és lőni az embereket föntről. Most ez történik ugye meg az S-sel is. És az Ófiával is szintén. Azért vigyázzék el, hogy minden jutletét ne használjon már el a... csak a padlókra a Chaos, mert most ez történik, hogy
amit lehet, azt ütnek, robbantnak, NMC közben tud megint fregelni, meg van neki Snooken. 3v3. De a kettős ember előnyből konkrétan ember hátrányt csinált LMZ pillanatok alatt. Red Group visszalövő 2v2 és a kéz a kézben két hasonló operátor a támadók között, közül S és Zófia kell, hogy betámadják a szájtot mindenféle egyéb segítség nélkül, tehát csak az aimra hagyatkozva, meg esetleg, igen, így van, a lifeline-jai még vannak. Nem, neki csak Steinja fegyverben. Az is jó, azért egy betámadás az jó. Leon Gitz kapja. Már, hiszen nem próbálkoznak azzal se. Igen, és a Szizinek egyébként jó a helye, mert itt most a smoke-ból azt hiszem így van, megvan mind a három gázgránát. 40 másodperc, tehát azt most már végig lefedi. Az egész időt, így van, és lassan meg kéne indulni a Renewals-nak, és az Groove-nak. Szerintem, hogy Leonnak nagyon kevés élete van, és amint elkezdi füstölni, ugye a másik két játékos elkezdi pusholni majd a másik ajtót. Minden bizonnyal. Tehát 20 másodperc van hátra, és még mindig várunk, hogy mi történik. Itt most meg fog halni valószínűleg egy nem, pont nem nézett ki Stizzy, de talán most kinézhet arra a Zófiára. Zófia van ott? Nem, bocsánat. Az S volt ott. Red Groove. És Red Groove-nak menni kell, futni kell a defuserért. Be kell futni, és Stizzyre, és Stizzy egy shoty lövéssel. Én a kezdve pedig megoldja. Én nem tudom ebben a 2v2-ben mit csinált ennyi ideig. Ez az S és a Zófia. Az volt a baj, hogy valószínűleg nem maradt drónjuk, hiszen hogy látok, mind a kettő inkább csak apránként mozgott előre, ilyenkor nem mernek simán ráfeküdni a W-re, hiszen bármelyik sarokba emperhetnek úgymond a védők, pont két olyan operátor, aki nem igazán lurking, hanem egy helyben állós. A Valkyrie és a Smoke volt az. Hát meg azért ne menjünk el elemzének a 3K-ja mellett, és hogy egy ilyen 3v5 szituációból csinált egy 3v2-t, az egyértelműen körértékű volt. Ilyen gyönyörű megmozdulásai vannak néha, tehát így néha így előveszik elemzt tarsajból, lefregel hármat, de olyat, hogy így köpni nyelni nem tudsz, és akkor... Ne. És egy tacsonkát láthatunk ismételten. De ez majd valamilyen belsős fogadás is tartozik EU Pro League szinten, hogy hány csapat meri behozni. Egyébként kíváncsi leszek, mihez fognak kezdeni, lehet, hogy amiről még első meccs előtt beszéltem, azt fogják megpróbálni. Mármint, hogy berakják majd oda a fél fal mögé A-site-ra azt a tacsankatot. Közben egy... Hát ez nem szerencsés, de... Nem. Ez most így sikerült ebbe a formába. Letettek oda CCTV szobája mellé egy emberi lábtörlőt. Ezt láthatjuk a felülnézetes kamerából. Most hogy történt? A drónt akart ellőni, vagy csak így fejbe lett? Inkább ajtót akart kiderülni, nem volt a környéken drón. Nem, fogalmam sincs. Arra a tacsankára lennék kíváncsi, az most beült és folyosót tartja. Tehát 5 körig tartott, mire eltört ez a mérkőzés. Igen, folyosón, hol véljen? Ott van tartanka. Szerintem ő sem vesztene amúgy Leont fél HP alá. Óha, mondjuk ez old meg ezt a tacsankát, nincsen Twitch-et, hogy szétsípkedjed. Az Zófiával tudsz se bekukkantad, de a Leon kérdése már ugye nullos. Alulról lehetne, ugye. Ez is történik, talán egy bugban már teljesen lent. Szerintem Renewal az ott fogja hagyni ezt a... Nem, uratet. Mi ez? Hopp, az a tacsanka az injured, jön már a segítség, jön a felmentő sereg Secreti személyében, és föl lesz szedve a földről az a tacsanka, másodperceken belül szerintem. Hát legalább egy kis zavart okozott az erőben.
arra jó volt, másra nem. Meg ott most elblokkolja az utat, hol vén az a turret meg a shield, az is zavaró lehet egyébként a támadó számára, de hát akik már is eddig kettős, most már csak egyes ember előnyben vannak, ne felejtsük azt, hogy Jäger az teljesen indokolatlanul halt meg a játék első felében, és hát úgy tűnik, hogy ezt meg is bünteti a Secret, azért egy embernek a hiánya hamar meg tud látszódni egy körön. Főleg, hogy mondjuk még a Jäger leserakodtatta egyébként a megpályait. Itt már csak a Lordon múlik minden. Nem. Leon Gitz megoldja a Lordnak és Red Groupnak is a baját. Ő tudta, hogy ha lelevi a csönket, akkor nyerték a kört. Így van. Ja, ő arra ment egész végig. Négy kettő ugye a Secretnek. Egyre közelebb ahhoz, hogy megnyerik a meccset, de az még mindig két kör kell számukra. Úgyhogy a Chaos főleg védő oldalon egy borderline simán visszahozhatja. Armory és Archives lesz a választása. Egy teljesen alap védelemnek néz ki egyelőre. Mondjuk a Valkyrt azt inkább egy Echo-ra cserélném. Nem hiszem, hogy arra a Valkyrra nagy szükség lenne. Jó, persze Office-t szét lehet kamerázni, meg CC-t egyébként ügyesen. De azt mondom, hogy Echo drónnal egy esetleges Armory push esetén többet érnek. Főleg az, hogy nincsen ugye kibanolva gláz. Nincs kibanolva a Blackbeard. Vannak füstök. Furcsa, hogy egyáltalán nem játszik egyik csapat se glázt egy olyan pályán, ahol hanem az egyik legerőteljesebb támadónak számít. De nem, talán ez így kimondva is. Tehát Borderen az egyik legjobb a gláz. Főleg itt az armori támadásnál. Ugye ebből kifolyólag vesztett. Figyelj Robin, azt is el tudom képzelni ennél a mérkőzésnél, vagy a mai mérkőzéseinél, hogy nyilván melyiknek nem volt tétje, hogy szimplán itt annyi van a háttérben, hogy a csapatok nem akarnak már taktikákat mutogatni, csak játszanak. Ami a csövön kifér. Tehát, hogy látjuk, hogy ugye azért itt a Chaosnak a védelme, hogy alapban nem gondolják túl általában a védelmeket, ahogy teljesen mondtad, teljesen alap operátorok, semmi fura, szokatlan játék, a teljesen szokásos csukokat lövik, meg a teljesen szokásos falakat húzzák, nem látunk semmi különösebb extrát. De aztán lehet, hogy csak én várok el túl sokat tőlük. Igen, csak te vagy. Ugye lent már pucolnak a szikretesek. Van egyetlen lent Roamer, egy ember van bent. Szájt alatt, ha jól láttam. Igen, mi van? És az ki is van drónozva. Most azt fogják kideríteni, hogy van-e még körülött ember. Kihoztak felülről kéne segíteni. Ja, valószínű, hogy a nyugokat és igen, az ajtókat. Life ping az emberen. Ah, ez a bait most? Igen, hogy kidítszere menjenek rá? Ó. Nem ilyen falon keresztül. Igen, most ezzel próbálkozik a Chaos. Meg akarják oldani ezt az ott lévő Jäger szituáció. Drónozzák, mennek a gránátok, és ugye föntről a társak tartják ezt. Menni fog még egy gránát, ez ki van számolva? Megdobta! Mellette robbant és nem halt meg, hát ez hihetetlen. Fél HP-n a Jäger. Ez izgalmas, fölülről meg tudja fejezni, hogy át tud siklani esetleg a lyuk alatt. Még akkor is meg kell küzdenie ugye egy fél élet erőn lévő Jägerrel. De figyelj, de Robi! Egy perc van hátralosnak körülbelül. Haladni kell. Tartani. A többiek csinálják fönt. Tips nem tud kimozdulni onnan. Nem, el is engedi a Secret ezt a Jäger vadászatot. Letartja a bákkal. Mípi és ennyi. A többiek csak foglalkoznak a körrel. Altatja a Jäger, tehát ott átfut. Nagyon résen kell lenni ez, amikor másfél percig egy spotot figyelsz. Nagyon türelmes egyébként. Ezt meg kell hagyni. A Jäger játéka. Kérem, még továbbra sem jön ki onnan. Most indul meg egyébként, és most ketten letartják keresztbe, és most megvan Meepinek. De ezzel annyi időt elpazarolt, hogy Cripsnek ez tényleg körértékű türelemjátéka volt. Lássuk, ez a sietős armory push mennyire fog összejönni a Secretnek. Valószínűleg sem ennyire. Ezt a Maestro le fogja tartani. A tűz pont nem megy be rá.
És ennek, de most leincsörödött, csak rálépett egy tűzcsóvára. 10 másodperccel a kör vége előtt 1v4-ben Leungit Zófiával, meg is hal, Ledruguf duplája következtében, úgyhogy Jökinius nyeri ezt a kört, és ezzel már csak egy kör van a két csapat között. Hát ott el lehet húzni az idő, Robi. Határozottan el lett húzva. De tapasztaltabb csapat a Kiosznál, mint hogy be lehessen úgymond pételni őket egy ilyennel. Ugye, akik esetleg nem tudnák, ez lett volna a lényege, hogy a Jäger olyan pozíciót vett fel workshopon belül, ami ugye semmilyen irányból nem lehet falon keresztül meglőni. Tehát se a külső ablaktól nem látnak rá közvetlenül, se pedig a WC-ből, ahonnan a bákkal próbálták. Ugye az az egyetlen, hogy be kell menni az ajtón, vagy akár valamelyik falon lyukat lőni rá, szóval ezt fölülről közben letartották a csapattársak. Itt ami működtetett valamit, amit láttunk, ugye az a gránátok, vagy a kapitáó. Hogyha meglövi a nyilat oda. Az a gránát az nagyon furcsa, hogy az nem sebezte le, de vagy Jäger. Néha még mindig csinál furcsa dolgokat szerintem. A hitrek, de hát közvetlenül mellette robbant. Megdobta a gránáttal konkrétan. Megdobta, lepattant róla, visszugrott a kis lyukjába a Jäger, és úgy vitte le róla fél HP-t. Ugye ez akkor lenne teljesen valós, hogyha mondjuk ezt egy 3 armoros védővel teszi meg. Mert akkor elhiszem, hogy nem sebez annyit. Tehát néha olyan messziről halsz te is, meg szerintem én is gránátokban mindenki, hogy... nem tudom, ez ilyen unbalanced. Na mindegy, hát megtörtént, nem meg kell történnie. Láttunk egy nagyon jó Jäger játékot, nagyon türelmes játékot, látjuk azt, hogy nem feltétlenül az a szerencsés, hogy az ember nem tud megülni a popóján, hanem pont ellenkezőleg, amikor az a feladatod, gondolj be, mondjuk is milyen már, hogy mi a tax, srácok? Hát ő itt leülsz és itt vársz. Jó, de mit kell csinálnom? Itt vagy. Itt. Jó, de itt utána hova megyek? Nem mész sehova. Itt maradsz. Itt ülsz ezen egy... kétszer két méteres lyukban. Ez a helyed. Helyedre. Nem? Ott. Na de közben... egy dinamikusabb támadást látunk. Most megint. A Team Secret-től. Steve-nek meg is van Secretly. Közben az Observer egyébként kb. Az összes létező fragről lemarad ebbe a játékba. Igen, mondom, nem szuper el a production itt a utolsó héten. A játékosok se, a csapatok se, mi sem. Csak túl sokat nem fizetett velünk az a helyzet, túl sem kiéget. Nem ő az Observer mindig? Nem, a lengyel. Jaj, hogy hívják? Nem teszem be a neve. Krips közben 1v4-ben marad. Az 1v5-ből. Mások mit tud ebből csinálni. Marciu egyébként az Observer. 5 pontad? Marciu, igen. Na 1v3 Krips. Lehet menni tovább. Lehet haladni, lehet szaladni. Nem baj, ha ezt valaki lehozhatná, ez creeps, de ez... nagyon kevés idő, ezt hallják is, hogy jön. Az nem rossz frag, megint csak a Thatcherre. Érted végül az Tizi előbb jött, és a Secret matchpont közelébe ért. Uff, na jó. Ez a tipikus, amikor 1v5-be vagy. Lősz egyet, kettőt, három gyönyörű szépet, és a map másik feléből kapsz egy nózum fejlővést, és ez annyira tipikus egyébként. Nagyon, nagyon lassan kezdték el választani a játékosokat, vagy az operátorokat a Chaos játékosok. Random pick, mint én, Rankedon? Jönne és ide jönne Kapkan, Tacsanka, minden jönne azonnal. A végén ez a dokválasztás, ez már ilyen ötlet hiányában szerintem.
Hát valami akós hozzunk című hát, történet. Hát akkor miért nem Gekót vagy egy Maestro-t? A Maestro eddig mindig jól működött egyébként a körökben, nem tudom miért lopta el ezt egyébként így magától a Chaos. Lehet elengedték egy kicsit a mérkőzést, bár nem hiszem, hogy elengedték volna. A Chaos annyira nem szeret, hogy látta, hogy a Maestro-ba játszani. Hát meg Snookennek ugye elő kell vennie valami comfort picket, mert 0-3-6-ba van, és 8 kör alatt hiába az a szerepet, hogy supportolsz, hiába az a szerepet, hogy segíts a társakat, azért 8 kör alatt biztos kellett volna, hogy legyen lehetőséged arra, hogy fregeljél. Mindenképpen kellett volna lehetőséged arra. Ha meg nem volt, akkor hazudsz. Értem, ezt majd felírjuk valahova. Nem tudom, de most tényleg most Snookennek volt sokszor lehetőség egyébként fregelni, csak abszolút nem élt a... Este van már, valakinek nem vagy ilyenkor. Ja, igen, ez is lehet. Vég az utcsó meccs. Ja, igen. Rá lehet. Meg tét nélküli, meg ilyenek, meg amúgy is mindenki menjen a vúzsba, mi? Meg most nem fogja elárulni nekik, hogy mennyit tud lőni egyébként. Na, az IQ... Na, van egy rossz hírem. Azon kívül, hogy Valkyr kamerákat szedegethet ki egyértelmű pozícióból, nem sok dolga lesz. Mondjuk azért legalább arra jó. De nem. Megtalálhat egy BG-t, aki valószínűleg szájt alatt fog játszani legalábbis. Ez nem a lényege, hogy ő játszol. Na, mondjuk, ami tényleg... A BG-t... Nem is tudom, hogy rajzolódik egyébként egy IQ-nak. Az egész... Csak a... Az övén lévő gadgetet látja. Az övén lévő gadget, aha. Olyankor... Lucky. Lucky azt mondta, hogy egy kicsit lucky lesz. És Red Group-ot kitúrt a falon keresztül. Hát Red Group köszöni szépen a meccset szerintem innentől kezdve. Ilyet kapott. És nézzek, 1.40-nél már fúrják be a falat fönn. És el fogja fullalni a fönti területet. Már ha tovább tolják, de elég sokan vannak drónozni kell, igen, hátra is mentek egy drónért. WC-ből összekapartak egyet. Kicsit megállt a támadás emiatt. De most lent is. Ezek ki tudtak bételni egy füstöt a smoke-ból, hogy bevarták a falat. Az ablak a szembeni falat varták be, ráadásul nem is a WC falat varták be, jól láttam? A kinti ablakkal szemben. Most az lenne a legjobb, hogyha a Vigil-el valahogy el tudod, csak ne tudom, hogy annyira le van tartva, hogy... Na, alul... Lehet hülyeség, de kb. Ha megpróbálna kiugrani ablakon és átfutni. Hopp, Sziznek meg van Secretly. És 3v5-ben a Chaos, ott kúszik egy ember, ezt hallani kéne, vagy látni legalábbis most már Meepinek. Megvan neki Run Wheels. És hát lehet menni. Snooker, na itt a lehetőség, Time to Shine. Lehet fregelni. 1v4-ben, exit frege... Nem. Ez gyorsan rövidre zárta. Igen, tehát ez no offense, ez megint egy előhető frag lett volna egyébként. Határozottan, hát ez nem Snooker napja volt. És a meccs, a gémet nem fregre játsszák. 6-3-ra nyer a Secretnek a csapata. Hát Robi, hazudnék, ha azt mondanám, hogy izgalmas napot zártunk. Mert nem. Eléggé egy oldalú meccsek voltak. Ez jónak indult, tehát 2-2 után lett. Nem 6-3. Igen, alapvetően jónak indult, de sok újdonságot, kreativitás, stb. Nem igazán láttunk egyébként, nem? Itt a látni nem láttunk, szerettünk volna látni, de... Szerettünk volna határozottan látni valamit, de sajnos nem. Végül nem jött össze ilyen formában semmi.
Hát kár érte, mert a mai meccsben is azért több lehetett volna. És mutatok közben nektek egy eredményt, ugye ezek a, hogy itt lent láttok ezek a mai eredményeink, tehát ugye volt egy Vitality Penta meccsünk, ami az egy nívós meccs volt, tehát 5-5-5 játszottak a csapatok, azért az kemény volt. Aztán jött egy Mokit Millennium, ahol igazából Mokit egy nagyon magabiztos játékkal 6-3-ot tudott győzelmeskedni. Aztán megint voltunk lefelé a lejtőn, megjött Robza, kezdődött ezzel. Muszáj volt esetnem, bocsi. De igazából tényleg annyit történt, hogy jött egy G2 Supremacy meccs, és így másik körben eltörtek a dolgok a G2-n, és előkapták a troll bakancsból, amit elő kellett kapni. És itt végül a Team Secret Chaos meccsen pedig egy szoros indulás után végül egy sima Secret győzelem, egy eléggé álmosnak, és nem is tudom, káoszosan játszó káosznak tényleg lehetünk szemtanúi. Jól összefoglaltad, talán még elmondhatjuk a végső állást így a tabellán, ugye ezzel egy minimális változás történt a Secret győzelmével. Hiszen így Millenniumot maga mögé utasítva a harmadik helyre került. Ez ugye nem változtat semmit, hiszen az első helyzet ugye a G2 fölényesen végül a Mokit Millennium fölött aratott győzelmével jutott tovább második helyen, és a Secret az, aki harmadik helyre belopózott. Ugye ezt mondtam, hogy valószínűleg pénzbeli többletet jelent nekik. Oh, és közben jön egy MIP interjú. It's the end of the day. Your game crowns the great season that we've had here in Pro League in general and especially in our European region. Again, that game did not really matter much for you guys as it was all decided by Millennium Mokit. Now, I want to start it with a bit of a, how do you say, sportsmanship. So anything you'd like to say to your potential opponents in this very tight three-way fight throughout the entire season as we come to the conclusion of it? Yeah, I mean, at the end of the day, a lot of people were naysaying Mokit and things like that, and then they made the roster changes and everything was on the up and up for them. So I think what was the deciding point in this sort of three-way Wild Western style draw was that draw they managed to actually pull versus G2, I think, on the day. G2 a little bit shaky and Mokit played quite well as on top of that. So that gave them the one point, which sort of put them that tiny step above us in terms of the points and what have you. And that gave them the edge in this three-way tie, so to speak. Yeah, it was pretty tight all along. And going through the second half, especially after the Paris Major, was pretty exciting to see how things shaped up between you. Again, for me, and I will keep repeating it until the day I die, Season 8's best online game has definitely been Secret versus Mokit on Consulate. And that was a game of a century. Unfortunately, we didn't get to talk back then. And Kix and I were like, hey, can we just get everybody on board on a call just so we can talk about it? Because it was that good. But here you play against Chaos. This is an old rivalry that I guess at this point it's kind of been passed after quite a few months. Yeah. You know, you go into Border, it's a map you're not at the top, you're best at, but you're still able to play against them. And honestly, I see a lot of player skill that it came down to here because there were still some mistakes being done here and there. Yeah, there was some odd moments from our side. We wasted a little bit too long on the Jaeger downstairs, and then following up on that round, there was a bit of miscommunication with how we're supposed to be using the fire bolts and what have you. A little bit too much of aggressive peeking before those fire bolts came out, and there's a couple of odds and sods in other rounds too, but those are the ones that really jump out as me as the biggest mistakes. Mm-hmm. But at the end of the day, when it comes down to Border, a lot of the tactics and the just general map layout and the way you set up the map, it's been done a million times before. It's one of the most played maps in Siege right now. We're still waiting for the next big thing to come on Border. Like, the previous thing was, oh my god, everyone's putting a mirror window inside of CCTV facing the long hallway. Mm-hmm. And now that's dead. No one's done that in a long time. Instead, you just double reinforce the wall, or you don't even do it at all. Mm-hmm. Everyone knows how to beat it. We're just waiting for the next thing to revitalize the map. Well, we'll see. Maybe there's some changes in the horizon as worse maps are taken out of rotation and exchanged, being buffed, changed every now and then.
you know, at the end of the day, you guys take the victory. You bump up to third place. Hey, it's a pretty darn good start for the first Pro League season, technically. In top here, you win DreamHack, you qualify for the Major, you make it to up to semifinals in the Paris Major, and now you end up third in Pro League in a tight race to potentially make it to Rio. It's a pretty darn good season for Team Secret, and I have to say, a darn good pickup by the organization. Anything you'd like to say to the fans and everybody out there that I know there's a ton of Team Secret fans watching right now? I've said it before, I'll say it again, and I'll say it a million times afterwards. I hand on heart believe that we have some of the best and most loyal and dedicated fans in Rainbow Six, maybe even in esports, but that's a bit of a stretch to say because Siege is only a few years out there. You've got longer esports, but still. Honest to God, the fans are incredible, and I absolutely love them, and the rest of my teammates love them. Other teams, they love their own fans, and in general, all of the pro players want to say a big thank you. The fans make this a lot more wholesome than it would be without them. For sure. It definitely wouldn't be the same without everybody watching at home, and to say the least, if people were watching right now and they have never attended a Siege event ever, that's the thing that they should probably change as soon as possible. Oh, definitely. All right. Well, very wholesome evening with you, Meepy. Thank you again. Thank you again. Congratulations on your matchup and your victory and your third place. Maybe next season, or maybe qualification to Six Invitational. Who knows? Who knows? All right. Good evening. Good night. Have a good night. Na, micsoda barátságos és szívet melengető interjút hallgathattunk ugye Mépivel. És az előbb láthatatok már lent az eredményeket az interjú alatt. Ez volt a magyar nyelvű Pro League közvetítésnek a záró hete az alapszakaszba. Ugye legközelebb majd a Playoff-ba fogunk találkozni, illetve a twitch.tv/esport.tv csatornán, ami egyébként itt is hostolva lesz, tehát a Rainbow Six csatornát mindenképpen kövessétek be, mert mindenképpen hostolni fogjuk egyébként az Esportu TV közvetítését, ugye, ami ugye a Magyar Nemzeti Esport Bajnokság lesz, és itt végül láthatjátok a helyezéseket. És ahogy mondtam, Adam B-vel és Robzával fogtok találkozni mellettem az MNEP kasztok alatt, ugye szombat és vasárnap, úgyhogy ha 18 éven felülek vagytok, már csak azért is próbáljátok meg ezt a ligát, mert egyrészt lehetőségetek van jobb csapatok ellen játszani, gyakorolni, továbbá lehet, hogy képernyőre kerültök, és mi fogjuk kasztolni a meccseiteket. Azok az emberek, akik ugye a legprofibb csapatok mérkőzéseit kommentálják, ugyanúgy a magyarok meccsét is legalább olyan komolysággal le fogjuk adni nektek. Igaz, Robza? Így van, legalábbis megpróbáljuk, ugye már? Hát igen, hogyha nem jönnek ilyen mosógépes sztorik, meg ilyenek, akkor valószínűleg minden bizonnyal azon leszünk, hogy a legkomolyabban kerül a dolgot, meg nem lesz ilyen G2-féle torokodás mondjuk. Itt egy kvalifikáció alatt nem hiszem, hogy ez megtörténne, amikor minden egyes meccsnek és minden egyes körnek tényleg komoly tétje van. Még a playoffban sem, ott meg végképp nem tudom elképzelni, mert ott ugye double elimination playoffunk lesz majd az MNEB-ben, ami azt jelenti, hogy kétszer lehet hibázni. Kétszer, és vége. Utána 3 hónapig lehet csak gondolkodni, és nézni a többi csapatot, ahogy küzdenek az alapszakaszban. Úgyhogy, kedves nézőink, köszönjük szépen, itt voltatok, reméljük, hogy tetszett nektek is a közvetítés. Mi nagyon élveztük. Igaz, Robza? Meg így Ádámmal és Bercivel. Ezt a mai napot többé-kevésbé, de... Igen, hát... Mindennek megvan a maga saját típusú hangulata, maradjunk ennyiben, és közben ugye még visszajelentéseket látunk. Így van, viszont egy hatalmas élmény, ugyebár magyar nyelven Pro League-et kasztolni először ebben a szezonban. Meg ugye akármelyik, ugye alapból, igen. Tehát, hogy végre Magyarország is becsatlakozik azon országok közé, akik komolyan veszik a Rainbow Six világát. Ezzel a Pro League közvetítésre viszont nem azt mondom, hogy feltettük a pontot az íre, de azzal, hogy lett egy Pro League játékos a Magyarországnak Sörbosz személyében, illetve hát eddig az ENSZ-ben ugye volt Blas, de most onnan kikerült, illetve szintén elindultak a magyar nyelvű Pro League közvetítések, meg későbbében szintén tervezzük a Challenger League és egyéb közvetítéseket.
halad előre a magyar Rainbow, reméljük, hogy ezt az ütemét, ezt a gyors ütemét, amit az elmúlt hónapokban láttunk, amiket most fel is soroltam, folytatni fogják mind a játékosok, mind a kaszterek, mind a szervezők, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a figyelmet. Én Bondadé voltam, kommentatársam ma Robza volt, és akit korábban láttatok, Edenbi, úgyhogy találkozunk szombaton, illetve vasárnap a Magyar Nemzeti Esport Bajnokság harmadik, illetve negyedik kvalifikációján. Sziasztok! Sziasztok, szép estét!